A megújult Gilda Max Florian teremben megnyílt a spinning terem, úgyhogy most már ide is jöhetnek a vendégek, és nem akárki nyitotta meg többek között ezt a termet, hanem Zeleni Linda kerékpárversenyző is. Mióta része az életednek a kerékpározás? A kerékpározás nagyjából 5 éve. Versenyszerűen is üztem, válogatott is voltam, de tavalyi évvel abba hagytam a versenyzést, és már csak a spinning, meg a fun, ami nekem jól esik, úgyhogy azért van rutinom benne. Mit szólsz ehhez az új teremhez? Szerintem nagyon jól állt. Eddig itt nem volt kifejezetten spinning terem, most építették meg. A bringák nagyon jók, a fények is nagyon jók, úgyhogy szerintem igazán élvezhető órák lesznek itt. Picit mesélj nekünk a spinningről, aki még egyáltalán nem volt spinning órán, és kb. Csak annyit tud róla, hogy ülnek a biciklin és tekernek. De hogy mondjuk el, hogy mi történik egy spinning órán, mik a különbség mondjuk a sík vagy a hegy menet között, hogyan lehet színesebbé tenni ezt az órát? Igazából a spinning abszolút az országúti kerékpározás edzés elméletén alapul, tehát nem egy aerobik óra, kifejezetten koreográfia nincsen, bárki tudja követni, olyan, mint amikor kint teker, síkon, kicsit magasabb fordulaton, hegyen pedig ugye kicsit lassabb, mert hogy erőlködni kell, elfogy a lendület, és hát zenékkel és óratartással lehet élvezhetőbbé tenni, meg szoktak lenni videocycling órák, nem tudom, mit tervezik-e, mikor projektorral megy a táj, és akkor még azt is tudod nézni, nem csak elképzelni. Kiknek tudnád ajánlani ezt az óratípust? És most mondanék egy tévhitet, mert ugye sokan vannak, akik ugye fogyni szeretnének, tehát nagyon jó zsírégető a spinning, de vannak olyanok, akik félnek attól, hogy esetleg nagyon majd megvastagodik a combjuk, a lábuk, ez mennyire igaz vagy egy tévhit? Egyébként mindenkinek lehet ajánlani, mert van rajta ellenállás gomb, úgyhogy mindenki magához tudja igazítani, és ahhoz, ami ilyen edzés célja van. Nem lesz vastag a lábad, mert ez nem kifejezetten erőedzés, mintha beállsz googolni nagy súlyokkal, mert attól fog ugye nőni az izom, mint mondtad is, ez inkább kardió. De azért formásítani tud, mert azért egy-egy hegymenetnél dolgozik az egész hátsó izomlánc, úgyhogy ez popsira nagyon jó azért. Ez a csajoknak fontos. Igen, meg ha belegondolok, én sem láttam még vastag, nagyon izmos lábú spinning edzőt, oktatót, úgyhogy biciklizőt, úgyhogy szerintem is ez tévhit. Hol lehet veled egyébként találkozni? Alapvetően én itt csak vendég voltam a Florianban, de a család tartozom, úgyhogy a Life egy Corvinba és az Alléban tartok, illetve decembertől a Nyugatiba is lesznek óráim. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!